Sziasztok! Előző videóban indítottam egy szavazást, ami úgy hangzott, hogy milyen bobos videók érdekelnek jobban. A legtöbb voksot a PvP kategóriájuk kapta, így most készítettem egyet a szerveren talán legkisebb számban előforduló, legritkábban játszott BG szereplőjéről, a Flag Carrier Prot Warriorról. A kiegészítő egyik legbonyolultabb, legtaktikásabb kasztja, ami semmi másról nem szól, csak hogy a lehető legrövidebb időn belül elhozza a fleget, meg tudja azt tartani, és rengeteg CC-vel távol tartsa azokat, akik üldözik. Emellett bázist tartani sem utolsó a sok devspellnek köszönhetően, ráadásul pofon egyszerű a felépítése, mind reforge, stat, talentelés szempontjából. 4.3.4-es pecsig az élvonalban volt szélsőséges sebzése miatt, ugye a Vengeance-nek köszönhetően. Például az átlag 50.000-es Devastate-től kezdve a 100.000-es Heroic Strike-on át a 140-150.000-es Revenge és 300.000-es Shield Slam-ig bezárólag alkalmas volt arra, hogy komplett 10v1-et hozzon le. Pláne, ha még használt is Vigilance-et, ami tovább növelte azt az attack power-t, ami sokszor nem állt meg ilyen 60-70 ezer alatt, úgy átlagban. Csak hogy aki nem ismerte vagy nem játszott Katán, amikor még ezt ki lehetett használni, annak mutatom be itt, hogy mobokon összegyűjtött körülbelüli ilyen 4400 AP-val, ami csupán elhanyagolható töredéke a korábban több mint 10-szeres értéknek, mekkora felfordulást lehet okozni így is 1v3-ban például. Visszatérve a videó témájához, szó lesz talentelésről, statokról, reforge-ról és glyphekről. Igyekszem minél több hasznos tippet és trükköt bemutatni, flegezéssel kapcsolatos tudnivalókat, útvonalakat és hogy mi a teendő, ha elkapnak. Ezt pedig VSG-n fogjuk majd megnézni. De mielőtt belekezdek, még gyorsan szeretném megköszönni az eddigi támogatást és érdeklődést, aminek köszönhetően ez a videó most elkészült, csak így tovább. Úgyhogy nem is húznám az időt, nézzük! A talentet érdemes úgy kirakni, hogy három dolgot tartasz szem előtt. Az első, hogy minden olyan talentpont, aminek köze van a healeléshez, arra rak rá. Ilyen például a Field Dressing, ami a bejövő healt 6%-kal növeli meg, és a self-healjeidnek pedig ad egy 20%-os hatékonyságot. Másik, Second Wind, ez hogyha stunolnak, vagy bármilyen root effektet kapsz, akkor proccol, és 6%-ot heal-el vissza a teljes HP-tból 10 másodpercen keresztül úgy, hogy még mellé ad 20 rage-et is. Harmadik a Blood Craze, ez mindenféle bejövő sebzésre proccolhat 10%-kal, és 4%-ot tölt vissza a teljes HP-tból 5 másodpercig. Minél többen ütnek, annál gyakrabban van fent. Majd végül az Impending Victory, aminek egy 50%-os proc esélye van akkor, hogyha Devastate-et használsz egy olyan targeten, aminek a HP-ja már 20% alatt van. Önmagában csak 5%-ot heal-el vissza a HP-tből, viszont hogyha ki van glyphelve, Glyph of Victory-rással, akkor ezt a healt még 50%-kal megdobja. Ezek után jönnek azok a talentpontok, amik hozzásegítik a karaktert ahhoz, hogy minél strapabírobb legyen. Az első ilyen a Toughness, ami megnöveli az armorot 10%-kal, minél gíresebb a karakter, annál többet ér ez a talentpont. Miután előszeretettel támadják a Flag Carrier-t, a Shield Specialization az a talentpont, ami azért fog felelni, hogy ne fogják ki Rage-ből. Ez 60-at ad vissza, hogyha reflektálsz egy spellt, és ha fenn van a blokk, minden bejövő támadásnál 15 extra Rage-et ad. A Shield Mastery csökkenti le azt az időt, amíg CD van a Shield Block és a Shield Wall, és hozzásegíti a Shield Blockot, hogy 6 másodpercig 20%-kal kevesebb Magic Damage-et engedjen be. Majd ezután jön a Hold the Line, ami megnöveli a Critical Strike és a Critical Blocknak az esélyét 10%-ra, 10 másodpercig egy sikeres parry után. Majd a Bastion of Defense, ami, hogyha defensive stance-ba vagy, akkor 6%-kal csökkenti az esélyét, hogy a millirát kriteljen. Majd végül a mobilitáshoz elengedhetetlen talentpont, a Warbringer.
Ez engedi a charge-ot, interceptet és intervent, hogy használt combatban és bármilyen stance-ben. Sőt, hogyha belassítanak és használod az intervent, akkor az összes lassítást leszedi rólad. A glifelés az félig meddig hasonlít a PvE prothoz, mert a prime glifek közül nem lehet mást választani, mondjuk ami PvP-sebb lenne, csak ugyanazokat, ami PvE-re jó. Major glifeknél már azért sokkal nagyobb a választék, itt megtalálhatjuk talán a legtöbb olyan glifet, ami nekünk nagyon hasznos, de én most megpróbáltam itt egy olyat összedobni, ami elősegíti a self-heal-t, a mobilitást és a self-defense-t valamennyire. Mobilitáshoz nagyon jó például a Glyph of Long Charge, ez 5 yarddal tolja ki azt a range-et, amin belül még tudsz charge-olni. Akkor self-heal-re ott van a Glyph of Victory Rush, ez a Victory Rush-nak a heal-jét tolja meg 50%-kal, és még az Impending Victory-hoz is hozzáad valamennyit. Majd Glyph of Spell Reflect, ez 5 másodperccel leveszi a Spell Reflect-nek a CD-jét. A minor glyphek azok már csak ilyen kisebb kiegészítésre jók, viszont ami itt nekünk hasznos lehet, az a Glyph of Enduring Victory, ami 5 másodperccel tovább fenntartja a Victory Rush-nak az idejét, amin belül még tudjuk használni. Majd Glyph of Command, ami 2 perccel tolja ki a Commanding Shout-nak az idejét, és megnöveli 50%-kal azt a területet, amin belül hat. Végül a Glyph of Demoralizing Shout, ami 15 másodperccel megnöveli az idejét, amíg fenn van a targeten, és 50%-kal szintén megnöveli azt a területet, amin belül hat. A top kialakítása. Ugyanis semmi másra nincsen szükséged, csak és kizárólag Resilience-re. Staminát kapsz eleget gearből, meg buffokból, viszont reforge-olni mindenképpen érdemes Mastery-re. Azok után, hogy a blokk lesz az egyik legnagyobb defenzív képességed. A hit rating és expertise capről annyit, hogy hit ratinget érdemes 5%-on tartani, és az expertise pedig kerek 20-on. Enchantok közül, ami resilience-t ad, azt érdemes mind felrakni, meg mondjuk fegyverencsinek én blood draining-et használok, de jelenleg bugos és nem igazán tölt vissza annyit, amennyit kellene neki. Így marad a mending vagy life ward, de inkább akkor már a mending. Cipőre minor movement speed és 30 staminás encsit raktam. Rakhattam volna mastery és movement speed-eset is, csak hosszú távon inkább a stamina éri meg, főleg azért, mert a healelés százalékos arányban történik, legalábbis self-healből kiindulva. A buffokat érdemes úgy beosztani, hogy először, mikor elkezdődik a meccs, megnézed, hogy milyen kasztok ellen játszol, hogyha sok a mili, akkor több értelme van a staminás flaskának, meg a master is kajának, mondjuk a master is kaja az alap, az mindig jól jön. És ha nincs a raidben druid vagy paladin, akkor dobos kings is jó, hogyha van kéznél. Ha pedig kaszterek ellen játszol, akkor a rezisztek miatt hasznosabb a prismatic elixir. Flagezésnél hasznos tulajdonság még a jó beszédkészség. Ez annyit jelent, hogy ha felvetted a flaget, akkor tudatod a raiddel, hogy épp merre hozod. És hogyha esetleg megtámadnak közben, azt is, hogy hányan. Itt nem kell megvárni, amíg valaki észre nem veszi, hogy épp bajban vagy. Az első flaget többnyire érdemes a temetőn keresztül vinni, ugyanis ilyenkor van meg a legkevesebb esélye, hogy egy komplet raid fog rád éledni. Ha kint vagy, onnantól kezdve nincsen más dolgod, mint hogy megkeresd a többieket. Hogyha minden jól megy, akkor valahol középtájt már utol is éred őket. Innentől kezdve pedig már csak a többieken múlik, hogy el tudnak-e kísérni a flagig. Ahogy elhagyod az enemy flag roomot, onnantól kezdve kell elkezdened beosztanod azokat a spelleket, amik segítenek az előrejutásban. A társaidnak is ilyenkor már úgy kell helyezkedniük, hogy az intervent ki tud rendesen használni, ami 25 yardot jelent. Hogyha nem ők, hanem mondjuk az ellenfél jön szembe, akkor érdemes charge-al indítani, és itt jön kapóra az a glyph, amit korábban néztünk, amivel gyakorlatilag te tudsz nyitni, és a charge stun miatt nálad lesz az a helyzeti előny, amivel le tudod őket kezelni.
bármilyen CC-vel, helyzettől függően persze. Ha megérkeztél a flagroomba, ott különféle taktikákkal védheted a flaget. Hasznos stealth képes kasztok miatt mondjuk háttal beállni egy sorokba, vagy ahol most épp állok, onnan lehet a lehető legkönnyebben betenni a flaget abban a pillanatban, ahogy visszakerül. Ugyanakkor losolni is jól lehet itt. A tetőn érdemes kezdeni általában, mert onnan csupán egy heroic lépés bent van a flag, ha esetleg arra vársz, hogy visszavegyék, és lehetőséged van két másik irányba is elindulni onnan, hogyha bajban vagy. Tovább nehezíti a helyzetet a Focused Assault nevű debuff, ami azután kezd el stackelni, hogy mind a két oldalon fel van véve a flag. Minden egyes stack 10%-kal növeli meg a sebzést, amit mások okoznak neked, majd minden percben hozzáadódik egy új. Legfeljebb 10-ig megy fel. Mielőtt felkerülne az első stack, addig van 3 perc, innentől kezdve függően attól, mennyire intenzíven támadnak, oda kell figyelni arra, hogy mire megkapod a Brutal Assault debuffot, ami már a negyedik stack, visszajöjjön legalább egy shieldval. Ja, és hiába adod át a flaget, a debuff flaggel együtt felkerül a következő játékosra, és csak akkor nullázódik, ha visszaszerezték vagy sikerült betenni. Itt jól látható, hogy nem a DK-t ütöm, hanem az armit, amit megpróbált leidézni. Többnyire 2-3 gult hagyok, hogy lehívjon, mert egyrészt egy viktorírást próbálok szerezni ilyenkor, amit használhatok 25 másodpercig, és miután glifelve van, hogy több hilt adjon, így rengeteg időt tudok nyerni, amíg nem jönnek segíteni. Másrészt, ha hagyom, hogy végigkasztolja, akkor több sebzést kapok be, és több gult is idéz le, mint amennyi lent marad addig az időtartamig, amíg össze tudok szedni 2-3 viktorírást. Flaggel megállni nem jó ötlet, mert hamar utolérhetnek. Egyetlen kivétel van, amikor látod, hogy aki megtámad teszkósabb, nem sebez annyit, hogy problémát jelentsen, viszont folyamat lassít, akkor addig, amíg úgy látod, hogy egyedül van, megpróbálhatod leverni. Amúgy érdekelne a véleményetek a flagezésről, ti hogy látjátok, melyik kasztot gondoljátok alkalmasnak rá varin kívül. Sokat hallani például, hogy a Vlad DK-nak van elég healje hozzá, hogy meg tudja oldani, vagy a Druid, mert van dash, stampendingje, ugye Maci form is sokat segít rajta, viszont a protpalát úgy érzem kihagyták ebből a buliból, mert még ha teljesen rágyúr rezire, akkor sem mondható túl mobilisnak. Rendben, van egy Hand of Freedom, ami lassításra immunisát teszi rövid ideig, de azt le is lehet diszpelezni. Itt túlzottan nincs kisegítve szerintem, de aztán lehet tévedek, csak protpalából alig látok eleve párat mostanában. Ha elkapnak, két olyan spelled van, ami segít abban, hogy ne tudjanak olyan hamar leverni. Az egyik a Demoralizing Shout, ami fizikál sebzést csökkent, a másik a Thunderclap, ami 20%-kal megnöveli a támadásaik közötti időt. Ebben a helyzetben, amit itt látsz, elég volt disarmolni a Hunter-t, majd rátenni a Demoralizingot. Rugom fenntartani a rendet, és mire megjöttek a többiek, addigra már gyakorlatilag nem tudtak semmit se csinálni, amivel megállíthattak volna. Ha tetszett a videó, ne felejtsetek el feliratkozni, vagy ha bármilyen észrevételetek van, esetleg úgy érzitek, kimaradt valami, írjátok meg kommentben. Sziasztok!